22. fejezet. Megtalálom Dezsa Toriszt. Az udvarmestert, akinél jelentkeztem, úgy utasították, hogy közvetlenül a Jeddak személye mellé osszon be, hiszen az uralkodó háború idején könnyen lehet merénylet áldozata, mert a marsbéli harci etikában szinte minden megengedett. Így aztán egyenesen Ten Kosis lakosztályába vezetett. Az uralkodó mély beszélgetésbe merült fiával, Szab Tennel, meg néhány udvaronccal, és nem vett észre, amikor beléptem. A terem falai csodálatos fali szőnyegek díszítették, és minden ajtót és ablakot eltakartak. A szobát, a tető és az alatta lévő üveg álmenyezet közé zárt napsugarak világították meg. Vezetőm félrehúzta az egyik szőnyeget, és egy folyosóra jutottunk, amely a szőnyegek és a terem fala között húzódott. Mint megtudtam, itt kell tartózkodnom, amíg Ten Kosis a szobámba van. Ha kimegy, követem. Egyetlen feladatom az volt, hogy őrizzem az uralkodót, de amennyire csak lehet láthatatlanul. 4 órai szolgálat után felváltanak. Ezután az udvarmester távozott. A szőnyegeket olyan érdekesen szőtték, hogy az egyik oldalról teljesen átlátszatlanok voltak, én viszont mindent láttam, ami a teremben történt, mintha nem is lenne előttem függöny. Alig foglaltam el őrhelyemet, amikor a terem túlsó végén szétnyílt a szőnyeg, és a testőrség 4 tagja lépett be, akik egy fiatal nőt fogtak közre. Oda mentek Ten Kosis elé, az őrök félreálltak, és a Jeddak előtt, alig 3 méterre tőlem, gyönyörű arcán ragyogó mosollyal ott állt Dezsa Toriszt. Szab Ten, Zodanga hercege előlépett és üdvözölte, majd kéz a kézben megálltak közvetlenül a Jeddak előtt. Ten Kosis meglepetten nézett föl, fölemelkedett és köszöntötte a hercegnőt. Miféle különös szeszélynek köszönhetem Hélium hercegjének látogatását, aki 2 nappal ezelőtt büszkeségemet sértve még azt mondta, inkább választaná Talhajust, a zöld tarkot, mint a fiamat. Dezsa Toriszt még jobban mosolygott, és huncut gödröcskékkel szája sarkában így válaszolt. Barszómon az idő kezdete óta előjoga a nőknek, hogy kedvük szerint meggondolhassák magukat, és színlelhessenek szívügyekben. Remélem megbocsátod ezt, Ten Kosis, ahogy fiad is megbocsátotta. 2 nappal ezelőtt még nem voltam biztos fiad szerelmében, de ma már igen. Így bocsánatodat kérem múltkori elhamarkodott szavaimért, és biztosítalak, Hélium hercegnője megígéri, hogyha eljön az ideje, feleségül megy Szab Tenhez, Zodanga hercegéhez. Örülök, hogy így döntöttél, válaszolta Ten Kosis. Nem akarom tovább folytatni a Hélium elleni háborút, és ígéretedet ki fogom hirdetni népem előtt is. Jobban tennéd, ha várnál a kihirdetéssel, szakította félbe Dezsa Toriszt, legalább a háború végéig. Mindkét nép előtt különös lenne, ha Hélium hercegnője a háborúskodás közepette eladná magát országa ellenségének. Nem lehetne azonnal véget vetni a háborúnak? Szólt Szab Ten. Ten Kosisnak egyetlen szabába kerülne, és békét köthetünk. Kérlek, apám, mondd ki azt a szót, amely sieteti boldogságomat, és befejezi ezt a népszerűtlen viszályt. Majd meglátjuk, felelte Ten Kosis, hogyan fogadja Hélium népe ezt a békét. Minden esetre felajánlom nekik. Dezsa Toriszt néhány szóval válaszolt, majd megfordult, és az őrök kíséretében kiment a teremből. Boldogságom múló ábrándját így rángatták le a földre, a valóságba. A nő, akiért kész voltam odaadni az életemet, és akinek ajkáról csak nemrég hangzott el, hogy szeret, könnyedén elfelejtette létemet, és mosolyogva odaadta magát népe legjobban gyűlölt ellenségének. Bár a saját fülemmel hallottam, mégsem akartam elhinni. Meg kell keresnem szobájában, és kényszeríteni, hogy előttem is ismételje meg a kegyetlen valóságot, akkor hiszem csak el. Elhagytam őrhelyemet, és a szőnyegek mögötti folyosón ahhoz az ajtóhoz siettem, amelyen áttávozott. Csöndben átsúrantam a nyíláson, és mindenfelé elágazó, kanyargó folyosók labirintusában találtam magam. Gyorsan végigrohantam először az egyiken, majd a másikon, és hamarosan rájöttem, hogy reménytelenül eltévedtem. Ám egyszer csak hangokat hallottam a közelből, nyilvánvalóan annak a falnak a másik oldaláról, amelyiknek támaszkodtam, és hirtelen fölismertem Dezsa Toriszt hangját. Szavait nem értettem, de tudtam, csak is az ő hangja lehet. Néhány lépcsőn fölmenve egy átjáróra bukkantam, a végén pedig egy ajtót pillantottam meg.
Bátran odamentem és benyitottam, de csak egy előszobába léptem. Ott találtam a desatoriszt kísérő őröket. Egyikük azonnal fölállt, és megkérdezte, milyen ügyben járok. Tenkosisztól jövök, feleltem, és négy szem közt szeretnék beszélni Dezsatorisszal, Hélium hercegnőjével. És a parancsod? Kérdezte a fickó. Nem tudtam, mit akar, de azt feleltem, hogy a testőrség tagja vagyok, és az átellenben lévő ajtó felé indultam, amely mögül Dezsatorisz beszélgetését hallottam. Ilyen egyszerűen azonban nem juthattam be. Az őr elém állt, és így szólt. Senki sem jöhet Tenkosisztól parancs, vagy jelszó nélkül. Mutass föl valamelyiket, hogy tovább mehess. Barátom, az egyetlen parancs, amire szükségem van ahhoz, hogy oda menjek, ahová akarok, itt lóg az oldalamon. Feleltem, és megütögettem hosszú kardomat. Átengedsz békével, vagy nem? Válaszul előrántotta saját kardját, és odaszólt a többieknek, hogy segítsenek. Így mind a négyen ott álltak előttem, kivont karddal, hogy meggátolják átjutásomat. Te nem Tenkosisz parancsára jöttél ide, kiáltotta az, amelyik elsőként tartóztatott föl. És nem csak, hogy nem léphetsz be Hélium hercegnőjének lakosztályába, de visszakísérünk Tenkosisz elé, hogy felej hallatlan vakmerőségedért. Dobd el a kardod, semmi esélyed sincs négyünk ellen, tette hozzá gonosz mosollyal. Válaszul gyorsan ledöftem, így már csak hárman álltak velem szemben. Mondhatom, méltók voltak kardomra. Hamarosan a falnak hátrálva küzdöttem az életemért. Lassan eljutottam az egyik sarokba, és így sikerült rákényszerítenem őket, hogy egyesével támadjanak. 20 percen át küzdöttem így módon, és az összecsapódó pengék hangja őrült zaj csapott a kis szobában. A zajra Dezsatorisz kinyitotta a szobája ajtaját, és szólával a háta mögött onnan nézte végig a küzdelmet. Arca nyugodt volt és szemtelen, és tudtam, hogy nem ismert föl, ahogy szóla sem. Végül egy szerencsés vágással megöltem második ellenfelemet, és amikor már csak ketten maradtak, taktikát változtattam, és azzal a módszerrel, amely már sok győzelmet hozott nekem, lerohantam őket. A második után 10 másodperccel a harmadik őr is halott volt, és néhány pillanattal később a negyedik is holtan derült el a véres földön. Bátor emberek voltak, és jó harcosok, fájlaltam, hogy meg kellett ölnöm őket, de egész barszumot kiirtottam volna, ha másképp nem jutok Dezsatoriszhoz. Megtöröltem véres kardomat, majd odaléptem a masbéli hercegnőhöz, aki még mindig némán, a felismerés legapróbb jele nélkül nézett rám. Ki vagy te, Zodangai? Suttogta. Újabb ellenség, aki rám tör szerencsétlenségemben? Barát vagyok, feleltem. Egykor kedvelt barát. Hélium hercegnőinek barátai nem viselnek ilyen jelvényeket, válaszolta. De a hangod? Mintha már hallottam volna valamikor. De nem. Az nem lehet, hiszen ő már halott. És mégis hercegnőm. Nem más ez, mint John Carter, mondtam. Nem ismered meg a festék és a különös jelvények fölött a főnököd szívét? Ahogy közeledtem hozzá, kitárt karral indult felém, de amikor meg akartam ölelni, megremegett, és fájdalmas sóhajjal visszalépett. Túl késő. Túl késő, mondta szomorúan. Ó, főnököm, aki voltál, és akit halottnak hittem, bár csak egy rövid órával ezelőtt érkeztél volna, de most már túl késő. Túl késő. Hogy érted ezt, Dezsatorisz? Kiáltottam. Talán úgy, hogy nem ígérted volna magad az odangai hercegnek, ha tudod, hogy élek? Hát azt gondolod, John Carter, hogy tegnap neked adtam a szívemet, ma pedig valaki másnak? Azt hittem, szívem a hamvaiddal együtt nyugszik Varhon földjében, így testemet odaígértem valaki másnak, hogy megmentsem népemet a győztes zodangai hadsereg csapásaitól. De én nem haltam meg, hercegnőm. Azért jöttem, hogy feleségül kérjelek, és egész Zodanga sem gátolhat meg ebben. Túl késő, John Carter. Már elég éltem magam, és barszumon ez visszavonhatatlan. Az elkövetkező szertartás lényegtelen formaság csupán. Csak annyival teszi véglegesebbé a házasságot, amennyivel jobban lepecsételi egy Jeddak halálát a temetési menet. Épp olyan, mintha már férnél lennék, John Carter. Többé nem hívhatsz hercegnődnek. Többé nem vagy a főnököm. Keveset tudok a varszómi szokásokról, Dezsatorisz, de azt tudom, hogy szeretlek, és ha igazak voltak szavaid, amelyeket azon a napon mondtál, amikor ránk törtek a varhúni hordák, akkor senki más nem mondhat a mennyasszonyának. Komolyan gondoltad, amit mondtál, és most is komolyan gondolod. Mondd, hogy így van.
Igen, John Carter, komolyan gondoltam, suttogta. De most már nem ismételhetem meg, mert másnak adtam magam. Ó, ha ismerted volna az itteni szokásokat, barátom, mondta félig magának. Hosszú hónapokkal ezelőtt a tiéd lettem volna, és csak neked lett volna jogod rám. Lehet, hogy ez hélium bukását jelentette volna, de egész országomat feláldoztam volna Tark főnökömért. Majd hangosan folytatta. Emlékszel arra az éjszakára, amikor megsértettél? A hercegnődnek neveztél, mielőtt megkérted volna a kezem, majd azzal dicsekedtél, hogy harcoltál értem. Nem tudhattad, és nekem nem kellett volna megsértődnöm, most már látom. De akkor senki sem mondta meg neked azt, amit én nem mondhattam, hogy Barsoomon, a vörös emberek városaiban kétfajta nő él. Olyan, akiért harcolnak, és megkérik a kezét, és olyan, akiért szintén harcolnak, de akit sohasem kérnek feleségül. Ha egy férfi elnyer egy nőt, hívhatja hercegnőjének, vagy bármilyen más néven, amely kifejezi, hogy ő birtokolja azt a nőt. Te harcoltál, értem, de nem kértél feleségül, ezért, amikor hercegnődnek neveztél, nyilvánvalóan megsértettél, mondta bizonytalanul. De én még akkor sem utasítottalak el, John Carter, pedig azt kellett volna tennem, amíg nem tetészted a sértést azzal, hogy gúnyosan kijelentetted, csatában nyertél el. Most már fölösleges a bocsánatodat kérnem, Dejatoris, mondtam. Tudnod kell, az volt a hibám, hogy nem ismertem a barszumi szokásokat. Amint nem tettem, abban nyilvánvaló hitben, hogy kérésem korai és viszonzatlan lehet, most megteszem, Dejatoris. Kérlek, légy a feleségem, és az ereimben folyó harcos virginiai véremre esküszöm, az is leszel. Nem, John Carter, minden hiába, kiáltotta reménytelenül. Soha nem lehetek a tiéd, amíg Szabtán él. Hercegnőm, ezzel megpecsételted a sorsát. Szabtán halott lesz. De nem lehet, sietett Dejatoris a magyarázattal. Nem mehetek feleségül ahhoz a férfihoz, aki megölte a férjemet, még akkor sem, ha önvédelemből tette. Ez a szokás. És Barsoomon a szokás törvény. Minden hiába, barátom. Velem együtt el kell viselned a szenvedést. Legalább ezt megoszthatjuk egymással. Ezt és a Tarkoknál töltött rövid napok emlékét. Most menned kell, és többé nem találkozhatunk. Isten veled, főnököm, aki voltál. Szomorú szívvel bánatosan távoztam a szobából, de nem veszíthettem el teljesen a reményt, és a szertartásig nem fogadtam el, hogy le kell mondanom Dejatorisról. Miközben a folyosókon bolyongtam, ugyanúgy eltévedtem a kanyargós utak útvesztőjében, mint amikor Dejatoris lakosztályát kerestem. Tudtam, az az egyetlen reményem, ha megszököm Zodanga városából, hiszen tudni akarják majd, ki ölte meg a négyőrt. Mivel egyedül semmiképpen sem találtam vissza az őrhelyemre, azonnal rám terelődik a gyanú, ha megtalálnak, amint céltalanul kószálok a palotában. Egyszer csak egy lefelé vezető csiga lépcsőre bukkantam. Lementem rajta néhány emeletet, és egy nagy terem ajtajához értem, melyben testőrök tartózkodtak. Ez a terem is az egyik irányból átlátszó szőnyegekkel volt tele, így észrevétlenül juthattam be. Az őrök számomra a lényegtelen dolgokról beszélgettek, de egyszerre belépett egy tiszt, és négy embert utasított, hogy váltsák föl Hélium hercegnőjének őreit. Most már tudtam, hogy komoly bajban vagyok, és valóban túlságosan gyorsan a nyomomban jártak, mert alig hagyta el az estjég a termet, egy őr lélekszakadva rohant vissza, és elmondta, hogy négy társukat vérbefagyva találták az előszobában. A palota egy pillanat alatt megtelt emberekkel. Őrök, tisztek, udvaroncok, szolgák és rabszolgák rohangáltak össze-vissza a folyosókon és termekben. Parancsokat és üzeneteket vittek, és a gyilkos nyomát kutatták. Egyetlen esélyem volt, és bármilyen halványnak tűnt, azonnal megragadtam. Ahogy néhány katona sietett el rejtek helyem mellett, utánuk eredtem, és követtem őket a palota útvesztőjében. Míg nem, egy hatalmas csarnokban észrevettem a nagy ablakon beszűrődő áldott napfényt. Itt elmaradtam a kis csapattól, oda surrantam a legközelebbi ablakhoz, és a menekülés útját kerestem. Az ablakok egy széles, zodangai sugárútra néző teraszra nyíltak. Mintegy 10 méterre volt a föld, és az épülettől ugyanekkora távolságra egy 6 méter magas és 30 centi széles, csiszolt üvegből épített fal emelkedett. Egy vörös maslakó számára lehetetlen lett volna a szökés, de nekem földi erőmmel és fürgeségemmel gyerekjáték volt.
Csak attól tartottam, hogy észrevesznek az utcán henzselgő emberek, ezért úgy döntöttem, megvárom az estét. Így hát rejtek hely után néztem, és véletlenül rá is bukkantam egy hatalmas dísz belsejében, ami a csarnok mennyezetéről lógott, körülbelül 4 méterre a földtől. Könnyedén beleugrottam ebbe a tágas fázába, és éppen csak elhelyezkedtem, amikor néhány ember lépett a terembe. A csapat megállt búvóhelyem alatt, és tisztán hallotta minden szavukat. Ez a héliumiak műve, mondta egyikük. Igen, ó Jeddak, de hogy jutottak be a palotába? Azt még el tudom hinni, hogy testőrséged legnagyobb ébessége ellenére egy ember bejuthat a belső termekbe. De azt elképzelni sem tudom, hogyan juthatott be észrevétlenül 6-8 harcos. Azonban hamarosan megtudjuk, mert itt jön az udvari pszichológus. Újabb férfi csatlakozott a csapathoz, és miután szertartásosan üdvözölte az uralkodót, így szólt. Ó, hatalmas Jeddak! Különös dolgot olvastam ki hűséges testőreid halott agyából. Nem több harcos gázolta le őket, csak egyetlen egy. Elhallgatott, hogy felfoghassák szavai súlyát, és Tenkosis ajkát elhagyó türelmetlen kiáltásból kitűnt, hogy nem nagyon hisz neki. Miféle különös dolgot állítasz, Notan? Kérdezte. Ez az igazság, ó Jeddak, felelte a pszichológus. Mind a 4 őr agyában tisztán kivehető volt ez a benyomás. Ellenfelük egy nagyon magas férfi volt, aki testőrséged jelvényét viselte, és harckészsége csodával határos lehetett, szabályos küzdelemben győzte le őket, mindenfelünk múló ügyességével, emberfeletti erejével és állóképességével. Zodanga jelvényeit viselte Jeddak, de ilyen ember soha nem élt Barszum egyetlen országában sem. Hélium hercegnőjének az agyát is megvizsgáltam, de üres volt. Tökéletesen uralta, és egyetlen betűt sem tudtam kiolvasni belőle. Elmondta, hogy részben látta a küzdelmet, és akkor egyetlen ember vívott az őrökkel, akit viszont még soha életében nem látott. Hol van a harcos, aki megmentett? Kérdezte egy újabb hang, és én fölismertem benne Tenkosis unokatestvérét, akit megvédtem a zöld harcosoktól. Őseim kardjára esküszöm, folytatta. Tökéletesen ráillik a leírás, főleg ami a harckészségét illeti. Hol van az az ember? Kiáltotta Tenkosis. Azonnal kerítsétek elő. Mit tudsz róla, kuzin? Most, amikor visszagondolok rá, furcsálom, hogy egy ilyen zodangai harcosnak még a nevét sem hallották a mai napig. És a neve is. John Carter. Ki hallott ilyen nevet Barszumon? Csak hamar hozták a hírt, hogy sem a palotában, sem korábbi szállásomon a légi feldelítők laktanyájában nem találnak. Kantoszkenre rábukkantak és kikérdezték, de ő semmit sem tudott hollétemről és múltamról is keveset, mert csak a varhóni fogságban ismert meg. Figyeljétek azt a másikat, parancsolta Tenkosis. Ő is idegen, és lehetséges, hogy mindketten héliumiak, és ahol az egyik van, ott előbb-utóbb megtaláljuk a másikat is. Négyszerezzétek meg a légi őrjáratot, és mindenkit a legnagyobb alapossággal vizsgáljatok meg, aki a földön vagy a levegőben elhagyja a várost. Újabb harcos érkezett a hírrel, hogy még a palotában tartózkodom. Minden személyt, aki ma belépett a palotába, vagy távozott onnan, alaposan megnéztek, folytatta a hírnök, és senki sem hasonlított a testőrség új tagjára, aki csak bejött, de nem távozott. Akkor hamarosan elfogjuk, mondta elégedetten Tenkosis. Addig is menjünk el Hélium hercegnőjének lakosztályába, és kérdezzük ki, mit tud az esetről. Talán többet tud, mint amennyit nekünk elmondott Notan. Gyerünk! Elhagyták a termet, és amint leszállt az este, könnyedén kiugrottam búvóhelyemről, és a teraszra siettem. Kevés embert láttam, és amikor egy pillanatra senki sem mutatkozott, gyorsan az üvegfal tetejére ugrottam, onnan pedig a palota mögött húzódó sugárútra. 23. fejezet. A levegőben bolyongva. Minden különösebb óvatosság nélkül siettem szállásunkra, mert biztos voltam benne, hogy ott találom Kantoszkent. Amikor az épület közelébe értem, óvatosabban folytattam utamat, mert úgy gondoltam, és jogosan, hogy figyelik az épületet. Néhány polgári jelvényt viselő férfi ácsorgott a főbejárat előtt, a többiek pedig hátul. Csak a szomszédos épületről juthattam be észrevétlenül az emeleten lévő lakosztályunkba. Némi mesterkedéssel sikerült följutnom egy néhány házzal arrébb lévő bolt tetejére.
Tetőről tetőre ugrálva, hamarosan elértem egy nyitott ablakhoz, abban az épületben, ahol reményem szerint a héliumi tartózkodott, és egy pillanattal később már előtte álltam. Egyedül volt, és nem lette megérkezésem. Azt mondta, sokkal korábbra várt, hiszen már régen lejárt a szolgálatom. Láttam, hogy fogalma sincs a palotában történtekről, és amikor felvilágosítottam, szinte magánkívül volt az izgalomtól. Kétségbeeséssel töltötte el a hír, hogy Dejatoris Szabtennek ígérte kezét. – Ez nem lehet! – kiáltotta. – Lehetetlen! A héliumiak inkább választanák a halált, mint hogy szeretett hercegnőjüket odaadják Zodanga uralkodói házának. Nyilván elment az esze, ha hozzájárult ehhez a gyalázathoz. Te, aki nem tudhatod, hogy mi, héliumiak, mennyire szeretjük az uralkodó családot, nem értheted, mekkora borzalommal tölt el ez a szentségtelen egyesség. Mit tehetnénk, John Carter? Folytatta. Te leleményes ember vagy. Nem tudsz kitalálni valamit, ami megmentené héliumot ettől a szégyentől? Ha a kartávolságon belül kerülök Szabtenhez, feleltem, megoldhatom a dolgot, legalábbis ami héliumot illeti. De személyes okokból jobban szeretném, ha más adná Dejatoriszt megszabadító halálos csapást. Kantosken mélyen a szemembe nézett, majd így szólt. Te szerelmes vagy. És ő tudja? Tudja, Kantosken, és csak azért utasít vissza, mert Szabtennek ígérte magát. Nagyszerű barátom fölugrott, vállon ragadott, és kardját magasra tartva így kiáltott. Ha rajtam múlik, én sem választhattam volna illőbb társat Barszum első hercegnőjének. Válladra tett kézzel esküszöm, John Carter, hogy kardom hegyére tűzöm Szabtent, mert Hélium, Dejatoris és irántad való szeretetem ezt követeli tőlem. Még ma éjjel megpróbálok bejutni hozzá a palotába. Hogyan? Kérdeztem. Téged figyelnek, és megnégyszerezték a légi őrjáratot. Elgondolkozva hajtotta le a fejét, majd maga biztosan emelte fel újra. Ha átjutok az itteni őrségen, sikerülni fog, mondta végül. Ismerek egy titkos bejáratot a palotába, a legmagasabb torony csúcsán. Véletlenül fedeztem föl, amikor légi őrjáraton a palota fölött repültem. Ilyenkor utána kell járni minden szokatlan jelenségnek, és amikor a torony csúcsánál egy arcot pillantottam meg, ezt rendkívül szokatlannak találtam. Tehát közelebb repültem, és észrevettem, hogy az arc tulajdonosa nem más, mint Szabten. Nagyon bosszús lett, és rám parancsolt, hogy tartsam titokban, amit láttam, és elmondta, hogy egy folyosó a toronyból egyenesen az ő lakosztályába vezet, és senki nem tud róla. Ha följutok a laktanya tetejére, és el tudom hozni onnan a gépemet, 5 percen belül Szabtennél lehetek. De hogy jutok ki az épületből, ha állításod szerint annyira őrzik? Mennyire őrzik a repülőgép hangárokat? Kérdeztem. Éjszaka általában csak egy ember van szolgálatban. Menj föl a tetőre, Kantosken, és ott várj meg. Anélkül, hogy elmagyaráztam volna a tervemet, visszamentem az utcára, és a laktanyához siettem. Nem mertem belépni a légi felderítőkkel teli épületbe, akik, mint egész Zodanga, engem kerestek. Hatalmas épület volt, teteje 300 méter magasra nyúlt az égbe. Csak néhány magasabb épület volt egész Zodangában, bár 1-2-50-60 méterrel fölülmúlta a laktanyát. A nagy csatahajók dokjai majd 500 méterre emelkedtek a földtől, s az utasszállítók és kereskedelmi hajók kikötője majdnem ugyanakkora volt. Hosszú és veszélyes út volt fölmászni az épület homlokzatán, de nem látszott más megoldás, így nekivágtam. Az a tény, hogy a barszumi építészet különlegesen szereti a díszítéseket, könnyebbé tette a dolgomat, mint vártam. Mindenütt találtam egy díszt vagy kiszögelést, és ezeken, akár egy létrán, fölmásztam egészen az épület ereszéig. Itt ütköztem az első igazi akadályba. Az eresz majdnem 6 méterre kiállt a faltól, és hiába mentem körbe az épület falán, sehol sem találtam rést, ahol fölmászhattam volna a tetőre. A legfelső emeleten világos volt, és tele volt katonákkal, akik a maguk módján szórakoztak, így az épületen keresztül sem juthattam föl. Egyetlen kétségbeesett lehetőségem maradt, és úgy döntöttem, megpróbálom. Dejatorisért tettem, és nincs az a férfi, aki ne tenné 1000-szer kockára az életét egy olyan nőért, mint ő. Egyik lábammal és kezemmel a falba csimpaszkodtam, a másik kezemmel pedig leoldottam egy hosszú bőrszíjat, aminek a végén egy nagy horog hintázott. Ez arra szolgált, hogy leengedjék rajta a léghajósokat, ha valamilyen javítást kell végezni a hajón,
és ezekkel bocsátják le a csapatokat a földre. Többször megpróbáltam óvatosan földobni a horgot a tetőre, míg végül beakadt. Finoman megrángattam, hogy tart-e, de azt nem tudtam megállapítani, hogy elbírja-e súlyomat. Lehet, hogy éppen csak a tető szélében kapaszkodott meg, és akkor a szíj végén kilendülök, lecsúszik, és lezuhanok a 300 méteres mélységbe. Egy pillanatig haboztam, aztán elengedtem az oromzatot, és kilendültem a levegőbe. Mélyen alattam volt a fényesen kivilágított utca, a kövezet és a halál. Kissé megroppant az eresz, csikorgott a horog, és vészesen megcsúszott. Megborzongtam a rémülettől, de a horog ismét beakadt, és megmenekültem. Gyorsan fölkapaszkodtam, megragadtam az ereszt, és fölhúzóckodtam a tetőre. Ahogy föltápászkodtam, a szolgálatos őrszem állt előttem, és pontosan pisztolyának csövébe néztem. – Ki vagy te, és honnan jössz? – kiáltott rám. – Légifelderítő vagyok, barátom, és kis hián halott, mert majdnem lezuhantam az utcára – feleltem. – De hogy kerülsz a tetőre, ember? – Senki sem szállt le, és senki nem jött föl az épületből az elmúlt órában. Azonnal adj magyarázatot, vagy hívom az őrséget. Nézz ide, őrszem, és láthatod, hogy kerültem ide, és hogy mennyire csak egy hajszájon múlt jövetelem, válaszoltam, és a tető széléhez fordultam, ahol 6 méterrel lejjebb a bőrszír végén ott volt minden fegyverem. A fickó a kíváncsiságtól hajtva mellém lépett, de vesztére, mert ahogy előre hajolt, hogy lenézzen, tarkon ragadtam, megfogtam pisztolytartó karját, és erősen odavágtam a tetőre. A fegyver kiesett a kezéből, és gyorsan elfojtottam segélykiáltását. Ezután kipeckeltem a száját, megkötöztem, és lelógattam az ereszről, ahol pár perccel előbb magam is lógtam. Tudtam, hogy reggelig nem találják meg, és nekem minden időnyereségre szükségem volt. Fölvettem szíjaimat és fegyvereimet, majd a hangárba siettem, és hamarosan kitoltam saját gépemet és kántoszkenét. Az övét hozzákötöttem az enyémhez, beindítottam a motort, átsiklottam a tető peremén, és leereszkedtem az utcák fölé, hogy alacsonyabban repüljek, mint a légi őrjárat. Alig egy perccel később minden baj nélkül leszálltam a háztetőre, a döbbent kántoszken mellé. Nem vesztegettem az időt magyarázkodásra, hanem gyorsan megbeszéltük a legközelebbi jövőre vonatkozó terveinket. Úgy döntöttünk, én megpróbálok eljutni Héliumba, amíg Kantosken behatol a palotába, és végez Szaptennel. Ha sikerrel jár, úgy a nyomomba ered. Beállította az iránytűmet, egy okos kis szerkezetet, amely Barsoom felszínén mindenhol mutatja az adott útirányt, majd elbúcsúztunk egymástól, s a palota felé száguldottunk, mert útbe esett Hélium felé. Amikor a magas torony közelébe értünk, lecsapott ránk egy járőr. Kereső lámpájával befogta a gépemet, egy hang felszólított, hogy álljak meg, és amikor nem reagáltam, tüzet nyitottak. Kantosken gyorsan eltűnt a sötétbe, én viszont folyamatosan emelkedtem, és szédítő sebességgel suhantam a mars egén, nyomomban egy tucat felderítőgéppel, amelyek csatlakoztak az üldözőimhez. Később egy 100 fős legénységű, gépuskákkal felszerelt gyors cirkáról is a nyomomba eredt. Ide-oda forogtam és kanyarogtam apró gépemmel, fölemelkedtem, majd zuhantam egy keveset, és így legtöbbször sikerült kikerülnem a fényszórókat. Azonban egyre jobban eltértem az adott útiránytól, így elhatároztam, hogy mindent kockáztatva a szerencsére és gépem gyorsaságára bízom sorsomat. Kantosken mutatott nekem egy gyorsítási trükköt, amit csak a héliumi pilóták ismernek, és erősen növeli a gépek sebességét. Bíztam benne, hogy lerázom üldözőimet, ha egy ideig sikerül elkerülnem golyóikat. Miközben száguldottam az égen, süvítette körülöttem a golyók, és tudtam, csak is a csoda menthet meg, de a kocka el volt vetve, és teljes sebességgel nyilegyenesen suhantam hélium felé. Üldözőim egyre jobban lemaradtak, már gratulálni akartam magamnak a szerencsés szökéshez, amikor egy jól irányzott lövés fölrobbantott a gépem orrát. A becsapódás ereje kis híján fölborította az apró járművet, amely szörnyen megdőlve zuhanni kezdett a sötét éjszakában. Nem tudom, mennyit zuhanhattam, míg ismét ura lettem a gépemnek, de már nagyon közel lehettem a földhöz, mert tisztán hallottam az árlatok ordítását odalentről, amikor ismét emelkedni kezdtem. Az eget kémleltem üldözőim után, és amikor messze a hátam mögött lemaradva észrevettem fényeiket, láttam, hogy leszálltak, nyilván azért, hogy megkeressenek.
Csak akkor mertem bekapcsolni az iránytűt megvilágító apró lámpát, amikor végképp eltűntek, és megdöbbenve állapítottam meg, hogy egy lövedékszilánk teljesen tönkretette egyetlen segítségemet, akárcsak a sebességmérőt. Igaz ugyan, hogy a csillagok alapján nagyjából tájékozódhattam volna, merre lehet hélium, de nem tudtam a város pontos fekvését, sem az utat és sebességemet, így igen csekély reményem maradt, hogy oda találjak. Hélium 1500 kilométerre délnyugatra fekszik Zodangától, és épp iránytűvel, ha minden simán megy, 4-5 óra alatt elérhettem volna oda. Azonban reggel egy hatalmas holtenger felég fölött suhantam, majdnem 6 órás, folyamatos és gyors repülés után. Hamarosan egy nagyváros láttam magam alatt, de nem Héliumot, mert Hélium az egyetlen barszómi metropolisz, amely két hatalmas fallal körülvett városból áll, amelynek 120 kilométerre vannak egymástól, így repülési magasságomból könnyedén fölismertem volna. Abban a hétben, hogy túl messzire repültem észak-nyugati irányban, délkeletnek fordultam, és a délelőtt során több nagyvárost is láttam, de egyik sem emlékeztetett arra, ahogy Kantosken leírta Héliumot. A városnak ikerépítésén kívül volt még egy jellegzetessége. Két hatalmas torony. Az egyik bíborvörös, a másik ragyogó sárga, és a két városrész középpontjából másfél kilométerre emelkedtek ki.